Rékasi Zsigmonddal folytatjuk. Ha elsőre nem mond a név sokat, akkor segítek, ő is felszólaló volt a múlt héten a diák tüntetésen. Nem szoktam ilyet kérni, de ha nem gond, hogy tegeződünk. Köszönöm szépen, jó megtisztelsz. Estét, hogy fölállnál? Természetesen. Mert hogy ez a szerelés, ez nem tudom, hogy most jelképes vagy nem, de hogy láncokkal, meg ugye mikrofontartó kézzel jöttél be. Így szeretném. Tehát, hogy ezzel üzensz jelezni valamit, vagy ez így a hétköznapi ez szerelés? Ez a hétköznapi szerelés. Hát szerintem kettőnél nincs több, tehát egy így. Aha. Edzek derékre. Igen, értem. Na csak azért jutott eszembe, mert hogy azt mondtad, hogy az, hogy a rendőrség csütörtök reggel megjelent nálad, az egy vegzálásként fogható föl, pedig ők azt mondják, hogy egy korábbi hát rongálás vagy támfalstencilezés miatt történt. Pontosan mi ez az ügy akkor? Hát itt még én kaptam egy határozatot, amit nagyon szerettem volna behozni és megmutatni, de sikerült otthon hagynom, mert siettem, amikor elindultam, bocsánat. Ebben a határozatban az áll, hogy engem megalapozott gyanúja van a rendőrségnek, és ezért vádolnak engem ezzel a firkálással, tehát ez a jogi kifejezésre úgy néz ki, hogy falfirka. Viszont az egyetlen indoklás, ami ebben a határozatban volt, amit a kezében nyújtott a kédesanyámnak reggel, miután én elmentem otthonról, az, hogy van ez a mozgalmam, a renegátlástalanok, aminek amúgy ez a, uh-huh, ez a logója, a szimbólum, ami rajtam is van, és ők azt mondják, hogy mivel én szervező vagyok, ezért ez elég indoklás arra, hogy ezt én is fújtam fel, és arra, hogy házkutatási végzéssel elvigyék az én elektronikus eszközeimet. Mert hogy a budakeszi önkormányzat épületére és a helyi iskola támfalára stencilezte valaki és a mozgalom. És bocsánat, azért, amit szeretnék kiemelni, a legsúlyosabb, burkoló lapra, ami barátok között is járda, tehát hogy azért ez is benne van, és mindez 135.277 forint, drága festékkel dolgoznak. Te voltál? Én, bár semmilyen bizonyítéka nincsen erre a rendőrségnek, én nagyon reméltem, hogy legalább valamit felhoznak, hogy ez indoklás legyen. A TASZ fog engem képviselni ebben az ügyben, és azt beszéltük meg, hogy bár tényleg semmilyen bizonyítéka nincs a rendőrségnek azon kívül, amit én elmondtam az imént, én ezt magamra fogom vállalni, hogyha eljutok erre bíróságig ez az ügy. Mégpedig azért, mert nem titkolt elképzelésem, hogy mi egy közösséget szeretnénk kiépíteni. Tehát nem kordonbontással akarunk magunknak hírnevet szerezni, hanem azzal, hogy mi egy legitim összetartó közösség vagyunk, és még amikor beindult a mi mozgalmunk, akkor nagyon sokan küldtek nekünk képeket, legfőképpen diákok, hogy nézd, felírtuk ide, hogy renegátlástalanok, vagy a táblára felrajzoltuk ezt a logót, amit rajtam is van, és természetesen kaptam olyan képeket is az ország több pontján, és ugye én budakeszin élek, és a környező településekről is, hogy valaki felfújt a falra ezt a logót, vagy ezt a jelképet. Miért lesz jobb idehaza bármi, a közállapotok, a demokrácia attól, hogy ez a logó elcsúszik középületeket? Aha. Na, ez a kérdésem nekem is. Nem tudom, az aktivisták észjárása, ahogy az enyém is, gyakran nehezen értelmezhető. Szerintem, hogyha valaki... Nagyon bocsánat. Kényelmetlen? Kint kellett volna hagyni a telefont. Ja. Szóval, hogyha valaki nagyon úgy érzi, hogy tartozik valahol, vagy nagyon szimpatizál valahol egy csoportosulással, vagy egy elképzeléssel, akkor azt szereti kifejezni, és én ezt egy legitim önkifejezési formának tartom, és ami nagyon fontos, hogy bár igen, ez felkerült egy önkormányzati épületre, és én láttam az iskolának a támfalát, az nagyjából bokamagasságban van, és nem az iskola épületén van rajta, hanem az ténylegesen egy ilyen földsáncot. Bocsánat, csak ez tényleg nagyon fontos lenne elmondanom, köszönöm szépen, hogy mi a magántulajdon rongálását nem, hogy nem támogatjuk, hanem el is utasítjuk maximálisan. Az, hogy ez egy kormányhivatalra felkerült, azt mi legitim véleményformálásnak tartjuk, annak ellenére, hogy mi másféle művészeti ágakban szeretnénk utazni, de az, hogy ezt egy aktivistának ezt tette, azt én hajlandó vagyok magamra vállalni. Miért gondolod, a kettős mércén nyilatkoztat, hogy a diák tüntetésen tett megnyilvánulásaid miatt történik ez a megfélemlítés, és lettél volt graffitis, miközben ugye a rendőrségi határozaton egy korábbi január 18-i keltezés szerepel? Hát most az, hogy
január 18, nekem ez eleve furcsa, hogyha január 18-án rajta, tehát hogyha megkapják ezt a határozatot, miért 25-én sikerült hozzám eljutni, ez eleve egy kérdés, és hogy gondolom azt is olvasták, hogy október 5-e és 6-a között lelte fel ezt a közterületfenntartó szerv Budakeszin ezeket a piktogramokat, és komolyan 4 hónapba telt azt a bizonyítékot összeszedni, hogy én vagyok ennek a mozgalomnak a vezetője, ez 4 hónapba telik ma a hatóságoknak. Tehát számomra ez nevetséges, és ezt a jogi képviselőim is azt mondják, hogy ez teljesen indokolatlan, még hogyha én is festettem fel, és egy nagyon furcsa helyzet, ami itt kialakult. Olvastam egy olyat, hogy ti el fogtok menni, vagy már elmentetek a pesti srácokhoz is, és ott követelitek azt, hogy a megsértett és rágalmazott diákok felé tegyenek helyreigazítást. Ez volt már? Igen, ezt a társaimat meg is tették, 6-kor találkoztak a Batthyány téren, nem kevés sajtossal, és ők is természetesen, hogy nem voltam ott, nagyjából olyan 10-20 fővel átsétáltak. Hát hiszen itt vagyok. De 6-kor nem voltál, vagy nem voltál itt. Igen, viszont nem közel lakom, és, ja, értem, és ezért, nem fért volna bele, igen, de amúgy egyszerűen időben volna. Nem tudtam volna összeillesztetni. Így is tudtam beszélni a pesti srácoknak az egyik főszerkesztőjével, amúgy nagyon, ha nem is túl kellemes, de nagyon, nagyon korrekt módon beszélt ő is, meg úgy gondolom, hogy én is. Tehát próbáltunk dűlőre jutni, nem igazán sikerült, úgyhogy nem kevés sajtos, meg nagyjából 10-20 aktivista. Mi lesz az az ultimátummal, amit adtak a diákok ugye pont egy hete az oktatási vezetésnek? Ezzel gondolom te is egyetértettél. Igen, jó pár pontjával. Én azt gondolom, azért is vettem részt a spontán tüntetésen, a tüntetés után, és ugye spontán tüntetés az teljesen legális, sokan ezt nem így gondolják, de hogy ez jogilag így van, tehát ez pedig a tényeket nehéz vitatni. És szóval én azért is vettem részt ezen, mert úgy gondolom, hogy az nem nyomásgyakorlás, hogy mi lehet, hogy kiállunk 2000-en, lehet, hogy kiállunk 10 000-en, lehet, hogy vagy akár még a CEU kapcsán kiálltunk 80 000-en tüntetni, de az, hogy egyszer elmondjunk, kimenjünk, kántálunk 6-ot, és mondunk nagyokat, az önmagában nem fog semmit sem elérni. Én alapvetően a békés tüntetésnek és a demonstrációnak vagyok a híve, de szerintem önmagában az, hogy kimegyünk és egy körbe határolt kis területen ott áldogálunk pár órát, az semmit nem fog változtatni, és szerintem a megoldásokat nem attól kéne elvárni, akik eddig sorozatosan rontották a helyzetet. Mit utálsz te annyira a napjainkban, a közéletben, ami téged az utcára visz? Úgy állatszuzamben, vagy az oktatásban? Is. Én azt sem titkolt célom, hogy én Magyarországon szeretnék majd a későbbiekben élni, és itt szeretnék jövőt kiépíteni, esetleg, hogyha úgy hozza a sors, gyerek, stb. És sajnos jelenleg azt látom, hogy ez egyre kedvezőtlenebb. Nem lehetetlen, természetesen, ahogy én is itt növök fel, és velem együtt nagyon sokan, meg lehet oldani, nagyon sokaknak nehézkesen, valakiknek egy kicsivel könnyebben, de ezért értem meg azokat, akik elmennek külföldre, hiszen nagyon sok kedvező hatás érjött őket, sokkal kedvezőbb adózási körülmények, uh-huh. kedvezőbb fizetések, kedvezőbb árak, stb. És én tényleg szeretnék Magyarországon élni, egyrészt azért, mert visszaadni annak a helynek, a most akkor hazáról beszélünk, akkor a hazámnak, akik meg belém pakolták azt a sok mindent sok éven keresztül, hogy én itt nőhettem fel, hogy én itt élhettem a boldogságomat. Szóval én tényleg azt szeretném, hogy egy ugyanolyan élhető ország legyünk, mint bármelyik, amelyik körülöttünk található. Arról, hogy az oktatással mi a gond, majd legközelebb beszélünk, mert lejárt az időmnek. Köszönöm, hogy itt voltál.